Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Egy kis kultúra, a kultúra képviselője, most olyan lett, mint egy vándorzsidó, úgyhogy nem hétfőn van itt, hát pénteken vagy a hét második napján, vagy a szabad bejövetel előtt. Ahogyan a hegedűs a háztetőmben a rabbi mondja, amikor kénytelenek vagyunk elhagyni Anatevkát, mert elhajtanak onnan bennünket, ugye ott álltam a színpad közepén, mint reptevje, és akkor azt mondja, menjünk, de a legnagyobb nyugalommal, akkor majd máshol várjuk a megváltót. Hát akkor most itt várjuk a megváltót pénteken, de várhatjuk hétfőn is, igaz? De ezért érdemes volt megszületni, hogy jöjjön egy színész, egy Kossuth Díjas, sok-sok-sok kitüntetéssel ellátott színművész, akit ráadásul én még kedvelek is, mert vannak színészek, akitől borsózik az embernek a háta, a ripacsok, meg na, ne is folytassam, aki azt mondja, hogy menjünk tovább. Ezt mondta akkor is, amikor a Veselényi utcából elüldöztek, új hely, új szerencse, és a, tudják, a zsidó negyed ott van, ahol mi vagyunk. Tehát nem akit kineveznek, és innét úgy tűnik, hogy legalább 10 évig nem tudnak elüldözni, így aztán kénytelen lesz Hegedűsdi Géza ide járni a megfelelő helyre. A műzikelekben is sokat énekeltek már a Bajza utcáról, úgyhogy igen, akkor ez egy... Sok szeretettel üdvözlek, és tényleg... Mit hoztál a magaddal? Hát először szeretném... Jól esett ez a Mázoltov olyan mélyen, és... olyan kivételes helyzetbe kerül ismét a társulatom, hogy olyan ritkán adatik meg 2020-as években egy nagy színházban, egy nagy színpadon, egy nagy társulatban, hogy egyszer csak Csehov sírájával foglalkozhatunk, és ezzel a csodálatos művel bíbelődhetünk minden nap. Most is innen majd arra a próbára megyek. És hogy ebben a műben játszhat. Még nem rongyos, mert nálad már a... Azért, mert most volt az olvasópróba még csak kedden. Mert én látom a kihulló. Visszolvasópróba szerdán is. Most kezdjük el a rendelkező próbákat. Egyébként egy nagyon izgalmas a helyzet, fantasztikus a szerepekben. Nagy Kálózi Eszter kollégám, Ifjú Vidnyánszky Attila, Vaskovics Andra, Stoll András, Kőszegi Ákos, Méhes László, Majsai Éva Stünde, Márkus Luca, Ertl Zsombor és szerény személyem. És ki a rendező? Ezt akartam mondani, képzeld, egy grúz vendégrendező rendezi, úgy hívják, hogy Dávid Dojasvili. Nagyon jó és erős élmény vele tölteni időt, mert egy izgalmas, éppen most tölti be az 50. születésnapját a napokban. Na, cuci gyerek. És pont egy olyan pillanat egy rendező életében, amikor egy Csehov által megírt zseniális dráma már keresztül sok mindent elmondhat a világon. A mai mindennapjainkon, amikor az ember beül a Vígbe, egy Csehov nem nehéz? Szerintem, ha Csehovhoz úgy nyúlunk, ahogy most ez az élményem, hogy úgy fordulunk hozzá így az egész alkotógárda, mintha most kortárs szerzőnk lenne, aha, akkor nem. Nagyon eleven, nagyon mához szóló és rendkívül erőteljes és radikális az, amit ő megfogalmaz. Nézze, osztályfőnök úr, leltározzuk le gyorsan, hogy éppen hány helyen szerepelsz, tudnélik, te neked példát kell adni a tanítványaidnak. És én azon gondolkodtam, hogy megérdeklődöm, hogy van-e valami kis atomerőműved otthon, ami energiával ellát. Mert a múltkor megszámoltam, hogy egy héten legalább 9-szer voltál színpadon, és... Sok helyen is, sokféle is nagyon nagy feladatot. Ugye az hogy én anyaszínházam ennyi? A Víg Színház. A Víg Színháznak 3 játszóhelye van. Úgy, tegnap este a Nagy Gatsbyt játszottuk a Víg Színház színpadán. Hát ahhoz is kell energia. Kell energia. Hétfőn a Hallgatni akartam, ott fogom a házi színpadon, ami egy stúdió előadás. Aztán megyünk majd a Nyugat császárát játszani a
Pesti Színházban, ez az anyaszínházam. Vendégszerepelek a Katona József Színházban, Lír király szerepében. Ugyanakkor te vagy a Churchill, király, gondolom. Így van, a címszerepet játszom. A Churchill és Garbó című darabban egy Churchill nevű az szerepet az alakítom, az megy? A Rózsavölgyi Szalomban. És van egy Gabriel García Márquez, ne lepődjön meg a kedves néző, mert ez a regény címe Bánatos kurváim emlékezete. Ott egy 90 éves ember szerelemre lobbanását és költői fantasztikus fantáziáját jeleníthetem meg a Mozsár műhelyben. Ez a Mozsár utca és a Nagymező utca. Igen, de amikor hazamész és a feleséged hoz neked egy pohár teját, honnét tudod, hogy hogy kell őt szólítani? Én főzöm magamnak a teját, Péter. Ez egy panasz volt? Nem, hanem azt mondom, hogy engem nem kell kiszolgálni. Na de hát természetesen... amikor egy ember egy emberi roncsként megérkezik, nem hogy tudhatja, hogy... Hogy mondhatsz ilyet? Hát én ennyi egy, helyen én egy szenvedélyes hivatásának odaadóan ezt akartam hallani ember a te szádból. Vagyok, aki nagyon hisz az értelmes... munkában. Tehát én csak abban hiszek. Mi van, lehet lébet szólni. Okay. Te is, ez te életed is erre példa, nem? Hogy ezt nem hát, lehet mert másképp mert az ember csinálni. Egész életében az életművé. Tehát szerint hajnalban kelsz, készülsz egész nap, előtted van, monitorozod folyamatosan a világot, tervezel, próbálod a világból elkapott híreket, a mi benszülött nyelvünk kikerekíteni, de a tanításra már fölhagytam, mert nem volt előre. Én pedig például ma délután is megyek tanítani az egyetemistáimhoz. Képzeld el, hogy most két művel, Vörös Sándornak a Holdbeli csónakosával és a tavasz ébredésével Weidekind német századfordulós, 19-20. Századfordulóján született, 1909-ben írta ezt a művét, a tavasz ébredésével foglalkozunk. Mind a kettő varázslatos mű, egyik egy mély pszichológiai, másik pedig egy ilyen cirkuszi, nagy fantáziát igénylő munka. Géza, 3,5 perc. Igen, és még azt akarom neked mondani, hogy a hétvégén, csak ez egy kis ajánló, a műhelyházban, az operaháznak, az Eiffel műhelyházában, a Kőbányai úton. Egy ragyogó hely, igen. Az most indul meg, és egy fantasztikus kulturális értékek kínálatával áll a közönség elé. Az egésznek van egy atmoszférája. És fölkért engem a főigazgató úr, hogy a növendékeimmel és zeneakadémista növendékekkel együtt, havonta egy alkalommal, egy-egy előadás után, egy-egy hétvégén, így például most szombaton, ott lesz egy balett előadás, és 9:30-kor mi egy költői és egy zenei csokorral fogunk kedveskedni azoknak, akik még ott maradnak a balett előadás után, vagy éppen csak erre az egy órácskára váltanak. Hát mit mondja a kajak köszönet a főigazgató úrnak? És nagyszerű. Most történelmi személyiségek jelennek meg, következő alkalommal a groteszk és a szatirikus világlátás, többek között Örkény István, aztán Amerika képünk a mi irodalmunkban, költészetünkben későbbi, aztán később Shakespeare és a szerelem, aztán később a szakralitás és a profán a világ a költészetben, aztán pedig a nyelv annyira kreatív a mi nyelvünk. Géza, hogy ha nem hagyod abba és nem kezded olvasni, akkor lemaradnak a nézők. Tegnap volt az évfordulója, a 65., hogy november 4-én a szovjet csapatok lerohanták Magyarországot 1956-ban. És vérbe folytották a forradalmat, és így kezdődött a megtorlás. Volt egy fantasztikus morális személyiség, egy nagyon távolba látó és csodálatos elme, úgy hívták, hogy Bibó István, aki egyedül bent maradt a parlamentben, mikor körbevették a parlamentet. Halljuk, mit írt ő akkor? Egy kiáltványt. Magyarok. Nagy Imre miniszterelnök a hajnali szovjet tárgyaláskor a szovjet követségre ment a tárgyalások folytatására, és onnan visszatérni nem tudott. A reggel összehívott minisztertanácson a parlament
épületében tartózkodó Tildi Zoltánon kívül már csak B. Szabó István és Bibó István államminiszter tudott megjelenni. Mikor a parlamentet a szovjet csapatok körül fogták, Tildi államminiszter a vérontás elkerülése végett megállapodást kötött velük, mely szerint ők megszállják az épületet, a benne levő polgári személyek pedig szabadon távozhatnak. Ő a megállapodáshoz tartva magát eltávozott. Az országgyűlés épületében egyedül alulírott Bibó István államminiszter maradtam, mint az egyedül törvényes magyar kormány egyetlen képviselője. Ebben a helyzetben a következőket nyilatkozom. Magyarországnak nincs szándékában szovjetellenes politikát folytatni, sőt teljes mértékben benne akar élni a kelet-európai népek ama közösségében, kik életüket a szabadság, igazságosság és kizsákmányolásmentes társadalom jegyében akarják berendezni. A világ színe előtt visszautasítom azt a rágalmat is, miszerint a dicsőséges magyar forradalmat fasiszta vagy antiszemita kilengések szennyezték volna be. A harcban osztály és felekezeti különbség nélkül részt vett az egész magyar nép. És megrendítő és csodálatos volt a felkelt nép emberséges, bölcs és megkülönböztetni kész magatartása, amellyel csupán a leigázó idegen hatalom és a honi hóhér különítmények ellen fordult. A néhány napirenden volt utcai igazságtételt, valamint ókonzervatív erőknek minden fegyveres erőszak nélkül való jelentkezését a kormány rövid úton megszüntethette volna. Azt az állítást, hogy e végből óriási idegen hadsereget kell az országba behívni, illetőleg visszahívni, komolytalan és cinikus, éppen ellenkezőleg e hadsereg jelenléte a nyugtalanság és a zavargások legfőbb forrása. A magyar népet felszólítom, hogy a megszálló hadsereget, vagy az általa esetleg felállított bábkormányt törvényes felsőségnek ne tekintse, és vele szemben a passzív ellenállás összes fegyverével éljen, kivéve azokat, amelyek Budapest közellátását és a közműveit illetnék. Fegyveres ellenállásra parancsot adni nincs módomban, egy napja kapcsolódtam be a kormány munkájába. A katonai helyzetről tájékoztatva nem vagyok, felelőtlenség volna tehát tőlem a magyar ifjúság drága vérével rendelkezni. Magyarország népe elég vérrel adózott, hogy megmutassa a világnak a szabadsághoz és az igazsághoz való ragaszkodását. Most a világ hatalmain van a sor, hogy megmutassák az ENSZ alapokmányában foglalt elvek erejét és a világ szabadságszerető népeinek erejét. Kérem a nagyhatalmak és az ENSZ bölcs és bátor döntését leigázott nemzetem érdekében. Megállapítom egyúttal, hogy Magyarország egyetlen törvényes külföldi képviselője és külképviseleteinek törvényes feje Kétli Anna államminiszter. Isten óvja Magyarországot. Budapest, 1956. november 4. Kedves nézőim, az elmúlt szűk negyed órában Hegedűsdi Gézát hallottuk és láttuk. Bibó István magyar hangja ez esetben megidézve a bibói kiáltványt, Bibó István államminiszter az előbb hallgatottakat 1956. november 4-én a Magyar Parlamentből közvetítette. Köszönöm, hogy velünk voltál és segítettél emlékezni. És most előzetesek, és már is kapcsoljuk Seres Attilát, akivel hetet értékelünk. Tartsanak velünk!